Kellemes keddestét kívánok minden kedves hallgatónknak, akik itt a Mi Hazánk Mozgalom Telegram csatornáján figyelik élőben a beszélgetésünket. Azokat is nagy szeretettel üdvözlöm, akik a Mi Hangunk YouTube vagy Spotify felületén hallgatják majd vissza a mai adásunkat. Én M. István Dániel vagyok, és ez újfent a Mi Hangunk, ezúttal a magyar mezőgazdasággal és általánosságban a vidékkel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre keressük a választ vendégeinkkel. Ma este, akikkel a szántókra látogatunk és esetleges mezsgyékre tévedünk, az nem lesz más, mint Dózs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és országgyűlési képviselő, Kis Zoltán Nitai, aki a B-terv önellátó közösség és a B-tervnet független közösségi oldal alapítója, és itt van velünk Kulcsár László is, tájgazdálkodó és aktivista. A tegnapi nap folyamán követőinknek is feltettünk itt a Telegramon egy kérdést, amire az elmúlt 24 órában volt lehetőségük válaszolni. Ez egészen pontosan így hangzott. Ideális körülmények között ön hol képzelné el a jövőjét? És hát sokak számára megdöbbentő eredmény született, hiszen mindössze 16% jelölte be azt, hogy ő városban élne, ideális körülmények között, és 84% gondolkozott úgy, hogy vidékre költözne, hogyha adottak lennének hozzá az ideális feltételek. Hát látva azt a tendenciát, hogy a vidék miként néptelenedik el hazánkban, a kérdésem az az, hogy mi lehet ennek az eredménynek az oka, illetve hogyan látjátok jelenleg a magyarországi mezőgazdálkodás állapotát, és úgy általában a vidék helyzetét az országban. Zoli, először hozzád fordulnék. Köszönöm a lehetőséget. Hát szerintem válaszok itt ketté, itt a mezőgazdaság kérdését, meg az, hogy miért mennek kifele az emberek, ugye, mert ezek mindkettő egy eléggé nagy téma. Én megmondom őszintén, a 16%-ban is meglepődtem, hogy van, aki még városban képzeli el az életét, de ez az én világom. Én már 10 évvel ezelőtt is élhetetlennek tartottam a városi létet, azért is mozdultam ki. Ugye engem eléggé az oktatásom, a tanítás az ott tartott Budapesten, sok termet működtettem, ott voltak a tanfolyamaim, de én már 2016 körül gondoltam, hogy innen menni kell. Én úgy gondolom, hogy itt a Covid volt egy választó víz, amikor emberek tömegei ébredtek. Akkor volt nekem is az ugye a Facebookon a Legyen B-tervet, az önellátás csoportom, a pár száz fősről növekedett naponta 1000 emberrel, mert mindenkit érdekelt, hogy én hogyan csinálom otthon a kis gazdaságomat, hogyan csinálok, hogyan építek ökoházat, valépíni, tatalatala. Szóval ott az, hogy amikor az embereket bezárták, úgymond egy ide nem lehet menni, oda nem lehet menni a lakásukba, észrevették, hogy itt nincs más, mint hogy kifelé megyünk. A másik ok pedig ugye az, hogy amikor elindult a verekedés a cukorért, meg a lisztér a Tesco-ba, meg a mindenhol, ugye ez volt egy eléggé szemnyitogató dolog, hogyha én nem termelem meg a kertemben, akkor lehet, hogy nem lesz mit ennem. Tehát én úgy látom, hogy ez volt a fő motiváció, aztán utána egyre több ember elkezdte körbejárni a témát, tehát elkezdtek ilyen csatornákat hallgatni, ahol mint ahogy az én csoportomat is, meg ugye különböző ökoközösségek, hogyan lehet kimenni, kertészkedni. Hát szerintem ez volt az indító történet, és ez folyamatosan nő ez a közösség. Szerintem itt ma Magyarországon több százezer ember akar ebbe az irányba menni. Szerintem ez volt a beindító. László, te hogy látod? A mikrofonodat kapcsolod be. Igen, sokkal célszerűbb meg hallani is lehet, amit mondok. Más értékrend van manapság. Tehát az van, hogy jelen pillanatban így a lakosságnak a 70%-a városba vagy városias területen él. Ez 70 évvel ezelőtt nagyjából fordítva volt. Tehát ilyen 60-70% volt a vidéki mezőgazdaságban dolgozó lakosságnak az aránya. Az, hogy a vidéknek a népesség megtartó ereit mivel lehet növelni,
ez egy komplex stratégiát igényel. Tehát a megélhetés az egy fontos dolog. És ez a legalapvetőbb. Akkor a megfelelő infrastruktúra, hogy hozzáférjenek azokhoz az egészségügyi ellátás, közlekedés, kulturális helyek. Ez, erre mind szükségük van. Tehát szükséges ezt vidéken létrehozni, hogy meg tudja tartani a népességét, vagy esetleg a városiak is kiköltözzenek, ez a tendencia megálljon, vagy esetleg megfordulja. És értékrendi kérdés is, hogy valaki hol képzeli el a jövőjét, vagy mit tart élhető életnek. Dávid, harmadikként, mint a harmadik út képviselője. Szerintem a legmegdöbbentőbb az az, hogy 16% képzeli el városias élettérben az életét, holott látjuk és tudjuk, hogy több mint 50%-a él nagyjából ilyen városi életkörülmények között a mai összlakosságnak Magyarországon. Azt is láthatjuk, hogy gyakorlatilag a fiatalok azok urbanizálódnak, a legtöbbünknek a városi lét az, ami szimpatikus, éppen ezért, hogyha a vidéket el is hagyják, ha esetleg nem mennek el országhatáron kívülre, akkor ugye Budapestet szokták általában egy hasonló nagyvárosokat megjelölni az élethelyük jövőbeni részéül. Én azt gondolom, hogy én mondhatom, hogy tőzsgyökeres vidéki vagyok, még a szülővárosom is csak egy sajnos már a 14 ezer főre redukálódott kisváros. Én imádok vidéken élni, én a vidéki létnek minden egyes pillanatát szeretem, még a nehéz és megpróbáltató részét is, az edz meg minket a mindennapokra. És én azt gondolom, hogyha a vidéki életnek, vagy életformának a szépségei, azokat mindenki megtapasztalná, akkor még lehet, hogy ez a 16% is olvadna kevesebbre is. És ahogy Zoli mondta, nagyon jól lehetett látni akkor, amikor a Covid bombát ide ránk robbantották, hogy amikor kijárási tilalom volt, és bezárták az embereket a 30 négyzetméteres garzonokba, aminek mondjuk még egy erkélye se volt, akkor egész egyszerűen bepánikoltak, és kezdtek beleőrülni a bezártságba. Hát most minket is megpróbáltak bezárni, de hát reméljük odáig soha nem jutunk el, hogy minket vidéken ténylegesen be tudjanak zárni. Engem bezártak oda több ezer hektára, köszönöm szépen, én jó el voltam akkor is, meg valószínűleg jó el leszek a jövőben is. Mi családunk egy ilyen klasszikus palóc, paraszti családot jelent, mi most is még hasonló életmódot folytatunk, mint az elődjeink. Vadászunk, kertet művelünk, állatot tartunk, és megteremtjük a saját asztalunkra valót és a saját betevő falatjainkat. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb élménye egy vidéki embernek nem is lehetne, de ez csak az egyik szegmense a vidéki létnek. Ezer másik dolog van, ami vonzóvá teszi a vidéket, ha más nem, akkor a gyönyörű táji környezet, ami körül lesz minket, az biztosan. Hogyha visszatérhetnénk még itt arra a részre, amit mondtál, Dávid, hogy amikor az emberek realizálták azt, hogy mi történik körülöttük. Én ezt úgy látom, hogy itt elkezdenek tömegek jól informáltak lenni a politikai helyzetről, a gazdasági helyzetről, konkrétan, hogy mi történik körülöttük, elkezdenek tovább nyomozni, mint amit mondjuk a mainstream média lehoz. És ugye a tapasztalatok találkoznak ugye a nyomozati eredményekkel, hogy húha, várjál, mit akarnak itt csinálni velünk, be akarnak zárni okosvárosokba, stb. Mit akarnak velünk etetni. Hát ez egy óriási inspiráció volt rengeteg embernek, ugye amikor elindult ez a szöcskebotrány, hogy várjál már, itt most már nem tudunk normális dolgot venni a mit tudom én, az üzletláncokba, akkor muszáj vagyunk neki esni a kertetnek. Én itt látom a Balaton környékén, ahol élek, hogy 4-5 éve még a minden paraszt a vizébe járt, vagy a minden vidéki ember, most jó értelemben a paraszt, a vidéki mentek a Tesco-ba, meg mindenhova, most azt nézem egy 2-3 éve, hogy szinte mindenki túrja a kertjét, ami nagyon-nagyon jó dolog, mert egyrészt az, hogy van egyfajta élelmiszerbiztonság, tehát hogy a hiába nincs a bolt. Amikor ugye jött ez a bezárás, emlékszem március 16-a volt, ugye 2020 március 16,
Hát én akkor már úgy álltam, hogy becsukom a kapumot, hogy ki nem megyek fél évig, akkor se kell sehova gabona eltárolva, saját malmom, ömlött le már a zöldség, mindenhol a valipinibe, meg, tehát nekem, én abszolút erre fel voltam készülve, és valószínű ezért volt annyira vonzó az az információ, amit mondjuk nálam megtaláltak, meg utána sokan, sok más embernél is, de valamiért úgy, hogy engem ezért kezdtek el követni, hogy volt egy megoldás egy kérdésre, és ez egy nagyon praktikus dolog volt. Túl az ideákon, hanem ezek nagyon kézzelfogható dolgok voltak. Tehát, hogyha én most nem tudok venni lisztet, meg nem tudok, akkor mindenki el akarta tárolni. És akkor jöttek a kérdések, hogy tárolod a gabonát, ezt, azt, amaz, hogyan őrölöd. Tehát a praktikális dolgok, a jól informáltság az azért eléggé hozza tehát ezek nem ilyen, én szeretem a vidéket, mert szép a vidék. Ez mindig az, de az emberek tömegei azért akarnak mozdulni, mert megoldást keresnek, praktikális megoldást. És hogyha megtalálták a megoldást, akkor mik egyébként a nehézségei a vidéki életnek, illetve hát milyen előnyökkel járhat te, mint gazdálkodó, László, te hogy látod a kérdést? Hát akik vidéki életre vágynak, ez egy nagyon, tehát nagyon romantikus, alapvetően két fő csapatot lehet megkülönböztetni. Ez egyébként a bioboltoknak a vásárló rétegén nagyon jól látszik. Tehát van egy parasztromantikás réteg, aki tudja, hogy régen a paraszt azt minden tudott, az tulajdonképpen egy 32 diplomás, nagyon tájékozott és minden szakmához értő ember volt. És hát szerintem egy kicsit túl misztifikálják ezt a dolgot. Az a nagy különbség egyébként, tehát az a tudás, ami meg volt, tényleg volt egy tapasztalati tudás, ami alapvetően arról szólt, hogy a környezeti adottságokhoz hogyan lehet alkalmazkodni. Viszont ez az alkalmazkodás egy kényszernek a következménye volt, ugyanis a korábbi időszakokban, ha csak azt nézzük, hogy 100 évvel ezelőtt, mondjuk energiaellátottságban, hogy volt egy gazda, tehát ez kényszer volt, tehát nem volt más választása, mint alkalmazkodni a külső, a természeti adottságokhoz. Aztán utána, ahogy változott a világ, az iparosodás, a villamos energia, a szénhidrogének egyre több erőforráshoz jutottak hozzá, Utána már ezeket a gátló tényezőket le tudták győzni, és nem volt nem volt az emberben alapvetően szándék ezeket. És most pedig egy önkéntes, tehát saját magunkat kellene visszafogni annak az érdekében, hogy azokat a természeti visszacsatolásokat tiszteletbe tartsuk. Ja igen, és a másik tett pedig alapvetően a városi népesség, ezek a vászontarisznyás, kígyóválló belpesti intellektuelek, akik nagyon rajonganak a vidéki életé, és nekik alapvetően nincs kapcsolatuk vele, tehát maximum annyi, hogy elmentek kirándulni, járkáltak az erdőbe, viszont az, hogy milyen, mennyi ismeret kell tényleg ahhoz, hogy egy gazdaságot vigyél. Erről nincs tapasztalatuk. Tehát az van, hogy amikor eldöntöd azt, hogy egy jószág, mondjuk egy friss bárány vagy gida, azért még érdemes harcolni,
vagy hogyha meg akarod menteni, mert gyönge, elrúgta az anyja, nem fogadja-e, meg a többi. Tehát, hogy mi az, amikor van esélyed megmenteni, és mi az, amikor csak, igazából csak kínzod. És ezekről nincsen, de ezeket csak tapasztalati úttal lehet megtanulni. Tehát az van, hogy tehát nagyon jó, hogy vágyakozik rengeteg városi ember a vidéki életre, viszont valahogy biztosítanunk kéne nekik azt a lehetőséget, hogy tapasztalati úton szörözzenek. Ugyanúgy, mint régen, amikor az inasok elmentek vándorolni, és új élményeket szöttek össze, és tanultak. Tehát ugyanígy, tehát egy élő kapcsolatot kell a városi vidékre vágyakozó népesség és a vidéki lakosság között létrehozni. Én egy kicsit előbbről kezdeném és közelíteném meg ezt a dolgot. Ha már politikával is foglalkozok, akkor annyit érdemes megjegyezni, hogy milyen érdekes, hogy egyébként teljesen mindegy, hogy valaki most klasszikus értelembe vett baloldali vagy jobboldali irányultságú, a természet közeliség azért mind a két táborhoz igen közel áll. Csak ahogy László is mondta, valaki tudja, hogy a természet hogy működik, és valaki csak szeretné tudni, vagy a szépet látja benne. Én azt gondolom, hogy az a tapasztalati tudás, amit említettél, az sajnos generációk óta most már nem része a hagyományos klasszikus értelemben vett vidéknek. Erről az előző rendszer nagyon sokat tehet, hiszen megpróbálták, egy barátom, Hibei Zsombor szokta mondani, hogy a panel programmal szó szerint elszakították az anyaföldtől az embereket, akik generációk óta éltek ezen a földön, és ennek a földnek a gyümölcséből tartották el a családjukat. És azért azt is tegyük hozzá, hogy a klasszikus értelemben vett paraszti életmód, az teljes embert kíván. Tehát még az én dédszüleim, ők akkor mentek csak boltba, amikor mondjuk cukrot, sót, szöget vagy petróleumot kellett venni, minden mást maguknak állítottak elő, ami azt jelentette, hogy ők nem voltak arra rászorulva, hogy el kellett menni egy munkahelyre dolgozni, mert egész egyszerűen az ő tudásukkal bármit, amire szükségük volt az életbe, azt meg tudtak csinálni, véghez tudtak vinni, hiszen megépítették a saját házukat, megszőtték a saját ruhájukat, kikészítették a bőröket, állatbőröket, végigvittek egy disznótort, úgyhogy a disznónak minden egyes porcikáját az év minden egyes napjára elő tudtak készíteni, és még sorolhatnám, tehát nekik volt egy olyan tudásuk, ami őket akármilyen körülmények között éltek, életben tudta tartani. Most ettől nagyon messze vagyunk, ugyanis mára sajnos egy fogyasztói társadalommá váltunk, nagyon sok ember, amit lát a közösségi média felületeken, vagy a tévébe, vagy más egyéb médiákba, azt tartja követendő példának. Tehát látjuk, hogy a birtoklási vágy az minden időknél nagyobb volumenben jelentkezik az emberek életében, és ezt a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Tehát klasszikus értelemben a régi paraszti életmódot, amikor megtartjuk mondjuk a kis tehenünket, ami tejtermékekhez juttat, megtartjuk mondjuk a lovat, ami a legfőbb igavonunk, vagy erőgépünk, illetve megtartjuk az egyéb lábas fószálokat, stb. Ezt már nem tudjuk megcsinálni. Tehát ezért lenne nagyon fontos szerepe annak, hogy olyan szövetkezetek jöjjenek létre vidéken, ahol vannak olyan családok, akik életvitelszerűen vagy hivatásszerűen űzik a mezőgazdaságot, az ő szerepük lenne az, hogy nagyobb közösségeket lássanak el ilyen alapvető élelmiszerekkel, és ez mellett persze mindenki eldöntheti, hogy az ő szabad idejébe, az ő életvitelébe mi fér bele, mi az, amit ő önállóan elő tud állítani a családjának és az asztala számára, de ettől egyelőre távol vagyunk, hiszen egy pár számot is mondanék. A tavalyi év végén a hazai mezőgazdaságban elköltött összeg 17%-kal esett vissza. Az elmúlt 4-5 évben a kisgazdaságoknak a száma az több mint 20%-kal esett vissza. Az elmúlt több mint 10 évben az állattenyésztés több mint 50%-kal esett vissza hazánkban, és ami a legmegdöbbentőbb, és én örülök neki, Zoli, hogy ott a Balaton partján ilyen helyre paraszt emberek nőnek ki a földből, és művelik a kertjüket, nálunk azért nem ez a jellemző, nem mondom, hogy nem voltak pozitív változások, de ez akkor is inkább az aktív
generáció volt, vagy az aktív korúak, a fiatalok azok ugyanúgy nem kezdték el ezt a fajta életvitelt, én úgy gondolom, hogy előnyben részesíteni, az idősek meg csinálták eddig is, minden esetre megdöbbentő, hogy másfél évtized alatt a háztáji gazdaságoknak a száma az egészen pontosan 102.000 hektárról 3.000 hektárra esett vissza, tehát a háztáji kertek 97%-kal estek vissza másfél évtized alatt, ami azt gondolom, hogy egy brutális szám, jól mutatja, hogy az embereket a Tesco és az Ocean polcaival leszoktattak arról, hogy mondjuk egy önfenntartó életformát próbáljanak megválasztani. Szerintem nagyon kevés az a család most már vidéken is, akinek a kamrájába, hogyha bemegyünk, akkor úgy, ahogy te is mondtad, több hónapra elégséges eledelt fogunk felfedezni. Egész egyszerűen ez a társadalmi szerkezet, ez nem ezt próbálja preferálni, ez megpróbálja kényelmessé tenni az embereket, mindent is megpróbál nekik nyújtani egy ilyen gigabevásárló központnak a megépítésével, és sajnos ennek a romboló hatását, az előző rendszer romboló hatása után igen csak lehet látni napjainkban. Lehet, én reagálnék itt a Lacinak egy-két mondatára, amikor ugye mondtad, Laci, azt, hogy emberek jönnek városból, és hogy igazából. Én úgy gondolom, hogy semmivel nincs probléma, mert én magam is egy ilyen ember vagyok, aki mondhatom azt, hogy intellektuális munkát végeztem, oktattam, tanítottam, egy városban éltem. Mondjuk vidéki gyerek voltam, tehát én úgy nőttem föl azért, hogy nekünk is volt csirke, meg a kertből hozta be nagyanyám, de utána az én onnan eljöttem 14 éves koromban, művészeti iskolába jártam, szobrász voltam, utána utaztam, India, stb. Tehát én nem voltam kert közelében. Egyszerűen láttam azt a dolgot, hogy milyen irányba megy a világ, és ez a fogyasztói társadalom fenntarthatatlan. Akkor már jöttek a gyerekek, nyilvánvaló volt, hogy ki kell menni vidékre, és megmondom őszintén, a motiváció az volt, hogy szükség. Mi van, hogyha, ugye nekem ez az egész B-terv videó onnan jött, hogy én Budapesten vagyok, ott vagyunk, béreltünk egy házat, és legyen egy B-tervem, hogyha bármi, én akkor már néztem előre, vizsgáltam, néztem a politikát, gazdaságot, még asztrológiát is, milyen irányba megyünk előre, és abszolút jelezte nekem azt a dolgot, hogy ugye itt kell egy olyan terv, ahova az utolsó benzineddel beülsz az autóba, és lemész. És akkor, amikor megvettem a házat, ugye akkor jött az a dolog, hogy úristen, ez egy gyönyörű, úda jó, megyek, vettem kaszát, csak kaszáltam. Nevetséges volt, mert akkor a vízfolyag nőtt egy óra múlva lábamon, ugye voltam hozzászokva, kaszálást, nagyon bírtam az egészet, megcsináltam, gyönyörű kert, nekiálltam, szóval én voltam az a példája annak, hogy mondjuk azt, hogy egy tök hülye városi kimegy, és mindent meg tud tanulni. Ugye a praktikális dolgokhoz, mivel szobrász voltam, volt érzékem ahhoz, hogy föl tudtam két kezemmel építeni egy ökoházat, úgyhogy egyetlen munkafolyamatát nem csináltam előtte. Elmentem YouTube-on, megnéztem, elmentem a faluba, ide-oda, megnéztem olyan mestereket, akik ezt a részét tudták, azt a részét tudták, és meg tudtam csinálni. Nem hibátlanul, rengeteg hiba volt benne, de megnéztem az interneten, fölhúztam egy valépinit, úgyhogy még ember segítségem se volt, és egy 14 méterszer 5 méteres valépinit csináltam meg magaságyásokkal, azt is megnéztem, hogy mit kell beleraktam, és az első évben ömlött le minden zöldség, és csak úgy adogattam mindenkinek, ültettem fákat, mindenek utána viszem. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valakit igazán érdekel, és szeretne érte tenni, akkor mindegy, hogy milyen háttérből jön, még akkor az se rossz, hogyha szükségből jön, sőt, a legtöbb ember, amit én tapasztalok, látja a világot, és szükségből megy ki, hogy akar majd egy B-tervet. De inkább azok az emberek, akik ugye ki akarnak jönni vidékre, de nem akarnak dolgozni, ugye nem akarják megfogni a kaszát, kapát, azokkal van gond, mert akkor itt vannak ilyen ideál elképzelések, és itt nekünk nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy elkezdjünk újra a természettel harmóniába, szimbiózisba kerülni, mert hogyha nem a részei leszünk a természetnek, akár a talajnak, minden másnak, hogy nem a részei vagyunk, hanem a kizsákmányolói, és lejön a városi ember vidékre, és elkezdi ugyanazt a kizsákmányoló parazita hangulatban mindent ott rombolni, elvenni, az ilyen emberek közösségbe se tudnak bejönni, de ez egy másik kérdés. Szóval akkor szoktak lenni azok a csalódások, hogy lejön, és akkor egy év múlva eladja a házat, és visszamegy.
Szóval itt én ezt látom. Itt szó esett most az önellátó közösségekről, bocsánat, egy pillanat, csak én is, hogy így akkor irányt adjak a beszélgetésnek, hogy önellátó gazdálkodásról volt szó. Ti, László, Dávid, mit gondoltok, hogy milyen szerepe lehet az önellátó közösségeknek a jövőben, illetve milyen szinten vehet részt, vagy jelenthet megoldást ez az alternatíva országos szinten, ha a mezőgazdaság helyzetét nézzük? László, én egy mondatot szúrnék be, és aztán át is adom neked a szót. Én azt gondolom, hogy Zoli elmondtál, ahhoz elsősorban kell tudatosság, kell hozzá akarat, és a kényelmi életünknek a valamilyen fokú feladása szükséges. Most ez elég kevés embernél áll egyelőre össze. Én azt gondolom, hogy nekem sokszor mondták kritikaként, amikor még nem voltak gyerekeink, hogy nem biztos, ők is azt akarják csinálni, amit mi feleségemmel mondjuk, és én mindig azt mondtam erre, hogy ha a természettel nem tudnak összhangba kerülni, ha ezt nem fogják megszeretni, akkor vajon mit? Tehát nekünk úgy kell a jövő generációját felnevelni, hogy ők már, amiről mi most beszélgetünk, értsék, és nekik maguktól fakadó legyen. Menjünk vissza egy kicsit odáig, hogy szükségletek és igények. Tehát az van, hogy tényleg nagyon romantikus a 60-as évek, 50-es évek, ja nem, a korábbi időszak paraszti élete. Tényleg csak petróleumért mentek be mögszögé. Hát, és minden élelmet megtermeltek, ott volt a gabona, ott volt a gyümölcs, a pálinka, a lekvár, a tyúkok, a tojás, minden. Ez nagyon jó, de ez leginkább élelmiszer volt. És az van, hogy nagyon, nagyon kevés technikai eszközt használtak, tehát egy gazdaságban mondjuk így a 40-es, 50-es évekig gépek nem nagyon voltak, tehát a módosabb családoknál volt egy stabil motor, vagy a legtöbb helyen kézzel hajtott daráló volt, meg ilyenek. Tehát az igényeik sokkal szűkebbek voltak, és a szükségleteiket kielégítették. Ma ez már nem elégíti ki az embereket. Hogyha megnézzük, hogy egy család a hanyad részét költi a jövedelmének az élelmiszerre, és hanyad részét költi más olyan dolgok, amiket nem tud magának előállítani. Tehát én például most autószerelőt gyűvök, és az van, hogy nem tudok csapágyat csinálni az autóba, nem tudok olajat párolni az autóba, sőt, még az ablaktörlő lapátot se tudom otthon előállítani. Ez mind-mind pénz. És ezen kívül, tehát ezek az eszközök, amin most éppen kommunikálunk, ezek is pénzbe kerülnek. Tehát az van, hogy igen, nagyon szép dolog lemenni vidékre és előállítani az élelmet. Viszont emellé kell rakni olyan lehetőségeket, amik biztosítják a megélhetést. Zoli, neked olyan szakmád van, ami alapvetően tudsz így csinálni, hogy főszabály szerint otthon ellátod a dolgodat, és amikor előadást kell tartani, amikor oktatást kell tartani, akkor te odamész, megjelensz, elvégzed a dolgot, és az egyéb materiális javakat, amiket nem tudsz magadnak előállítani, annak az ellenértékét megszerzed. Tehát az van, hogy ugyanerre van szükség, tehát hogy azok az emberek, akik kiköltöznek, azoknak az egyéb, tehát nagyon, nagyon kemény munka előállítani az élelmit, hatalmas tudás, hatalmas felelősség, és gyönyörű dolog. Viszont az egyéb, tehát az van, hogy jut tanyán lakom,
oké, okay, akkor hogy juttatom el a gyereköt az iskolába? Hoppá, köl autó. Az autó az nem megy vatikáni valutával vagy imával. Tehát ezeket a költségeket, ezeket mind, és tehát az van, hogyha a vidéki életet népszerűsítjük, akkor mellé kell rakni azokat, és alapvetően a politikának és a döntéshozónak, azokat a lehetőségöket, hogy ezeket az egyéb nem előállítható javakat is tudják maguknak biztosítani azok az emberek, akik ezt a vidéki életformát választották. Tehát az van, és itt jön össze, hogy a vidék és a város között szükség van egy kapcsolatra. És egy nagyon jó win-win szituáció jöhet létre, hogy a városi lakosság alapvetően a szolgáltatóiparban, iparban tevékenykedik, és a vidéki lakosság pedig ezt a városit ellátja jó minőségű, szermentes élelemmel. És ezen kívül még azokat a rendszeröket is mind mellé kell lenni, hogy ez a jövedelmezőségen möglődjön a mezőgazdaságnak, mellé kell rakni a földolgozóipart, mellé kell rakni a fölöslegnek, tehát elsősorban a mezőgazdaságnak az a célja, hogy az ország lakosságát ellás, ki lakosságnak megélhetést nyújtson. És miután ezt a feladatát, hogy a városi lakosságot ellátta élelemmel a mezőgazdaság, utána pedig a külső piacokra, tehát a fölösleget az exportként kell értékesíteni. Ehhez meg kell szervezni a termelést, a minőségbiztosítást, a piacra jutást. Ezek mind olyan feladatok, amiket mellé kell rakni a vidéki és az az önellátást azt milyen szinten értelmezünk. Olyan szinten lehet értelmezni, hogy élelmiszer önellátás, ezt lehet értelmezni egyéni szinten, és lehet az ország szintjén, vagy élelmiszer önrendelkezésnek is nevezhetjük. Ez mindenféleképpen feladata a mezőgazdaságnak, és feladata a politikának azt az infrastruktúrális jogszabályi környezetet megteremteni, amitől ez működőképessé válik. És tenger lehetőségünk van. Tehát egyik barátom a kicsi fiának mindig ilyen bio baby papit vett, ilyen kicsi üvegcsék, bio minősítés. És akkor kérdezem, hogy és ez milyen gyártású cucc? Mondja, hogy Németországból. Mondom, Németországban ilyen jó bio zöldségek, gyümölcsök teremnek, haj, de jó. Mondja, hogy nem. Ezek magyar biominősítésű zöldséggyümölcs, amit kiszállítanak Németországba, ott földolgozzák, beüvegezik, és utána az kerül vissza ide Magyarországra is. Miékkal ezek nem tudjuk ezt saját magunknak megcsinálni. Sőt, tovább megyek. Mi nem tudjuk ezt megcsinálni akár a német piacra is. Vagy például a másik, tehát az országnak a legnagyobb része állattartásra alkalmas, túl sok a szántó, ezt csökkenteni kéne, nincs helye a víznek, emiatt, tehát rengeteg rosszabb minőségű, belvizes, árvízveszélyeztetett, rossz minőségű szántót vissza kéne minősíteni legelőként, és legelőként használni. Így ennek két haszna van, egyrészt az ott nevelt állatok, mint hús, mint tej, mind az ország, mind pedig az exportpiac ellátását szolgálják, és ebben például egy nagyon nagy lehetőségünk az, hogy halál és öko minősítésű vágóhidakat hozunk létre. Tehát az ökotermékek piaca is egyre nagyobb az EU-ban, valamint van egy 30 milliós muszlim kisebbség, akiknek
halál minősítésű húsra van szükségük. Ezt Magyarország nagyon jól el tudni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a 16. században a német piacot szürke marhákkal ellátták, ugyanezt most is meg tudnánk csinálni. És ezekön a legelő területek... Parancsolj, bocsánat, hogy mondom utána. Szerintem maradjunk itt a 3-4 perceknél, amit megbeszéltünk eredetileg, hogy ilyen 3-4 percekben, mert itt vannak kérdések, és akkor azt beszéltük, hogy kérdések. Rengeteg témát érintettünk, Dávid. Perces témáját, hogyha lehet, ha már a politika meg lett említve, akkor mint a politika képviselője, talán azt a legfontosabb leszögezni, hogy jelen pillanatban a jelenlegi kormányzatnak nem célja az a fajta irány, amiről mi itt beszélgettünk, hiszen láthatjátok, hogy sajnos jó minőségű szántóföldeken, vagy a legjobb minőségű szántóföldjeinken akkumulátorgyárak létesülnek. Én ma megdöbbenéssel láttam, sajnos a szeretett kis megyénben, a megye határtól valahogy elkezdett jönni, mint valami lépfene, vagy valami pestis járvány, ez a szántóföldre telepítsünk napelem parkot, és jön mindig beljebb a megyébe, és hát ma láttam, hogy egy búzatáblára telepítik a napelem parkot, 3 hónapot kéne várni arra, hogy le lehessen aratni ezt a búzatáblát, nem várják meg, letapossák az elvetett búzát, és egész egyszerűen napelem tengerré változtatják a jó minőségű magyar földet. Tehát alapjaiban van elrontva, én azt gondolom, ez az egész. Arról nem beszélve, hogy igazság szerint mi a saját szükségleteinken kívül 20 millió ember számára minimum elő tudunk állítani jó minőségű élelmiszert, de mint látjuk, most csak legutoljára emeljük ki mondjuk az ukrán méz esetét, nem cél az, hogy a magyar gazdák igazán termeljenek, sőt, hát láthatjuk, hogy leépítve vannak ezáltal. Én ugye az agrárminiszter úrat kérdeztem, hogy mégis mondja már meg, legyen szíves, hogy mi szükség volt arra, hogy az ukrán mézet beengedjék, és erre azt válaszolta, hogy a feldolgozóipart kell megmenteni. Most itt egy újabb probléma lép fel, hiszen a feldolgozóipar és a termelők által előállított termékek mennyisége az, ahogy nem találkozik. Tehát én azt látom ebben az egész történetben például, hogy a feldolgozó ipar egy pár ember kezébe van, ők ebből nagyon busásan szeretnének megélni, és hogyha őnekik nem elég az a mennyiségű méz, amit mondjuk Magyarországon termelnek, vagy nem szeretnék, hogyha esetleg normális árat kéne ezért adni, akkor ők simán elintézik politikailag, hogy beengedjenek mondjuk egy másik országból közel nem olyan jó terméket hazánkba, és ezzel lerontsák, vagy teljesen tönkretegyék mondjuk a méhész ágazatot. Tehát én azt látom, hogy jelen pillanatban a mezőgazdaság az ahol nagyon a sor végén kullog, egy siker ágazatból, amire a lehetőségeink egyébként adottak lennének, egy egészen veszett fejszennyele ágazat lett, nem igazán kínál semmilyen alternatívát a benne dolgozóknak és az ebből élőknek sem, hiszen láthattuk, hogy körülbelül 2 éve a mezőgazdasági termelők folyamatosan mínusz termelnek, ebből nem lehet eltartani egy családot, tehát én azt látom, hogy a mezőgazdaság egyre inkább megy tönkre sajnos. Én folytatnám azzal, hogyha lehet, hogy válaszolnék a kérdésedre, amit föltettél, ugye, Dani. Az, hogy mi a szerepe a jövőben vagy a önellátó közösségeknek, ugye ez volt a kérdés eredetileg, ugye? Jól mondom? Igen, abszolút. Ez volt az eredeti kérdés. Hát én ezt összekötném azzal, amit a Dávid mondott, mert én sajnos nagyon radikálisan gondolkozom ezzel kapcsolatban. Én ezt az egész mezőgazdaság ipari mérték, vagy az ipari mértékű mezőgazdaságot és az ipari mértékű élelmiszertermelés, ezt úgy, ahogy van elfelejteni a francba, hanem itt jönne be az a történet, hogy itt igazából vissza kéne menni egy 100 évet, vagy 200 évet, amikor egy járáson belül mindent megtaláltál. És nem kellett sehol menni, csak olyan dolgokat szállítgatni ide-oda, hogy most akkor meszet lehozni, és akkor gabonát vinni föl a hegyekbe. Tehát ezek a dolgok az oké, de hogy alapvetően ugye az ipari szintű élelmiszergyártás, ez már eleve rossz, mert a minőség az nagyon messze lesz a kézművestől. A másik pedig a valódi élelmiszerbiztonság. Tehát azért kellene elkezdeni ezeket a közösségeket és embereknek 100 000-vel otthon a kertjükben termelni, mert hogyha kialakul ez a fajta kosárközösségi rendszer, amiben egymásnak termelünk, meg magunknak termelünk, és egymással cseréljük, akkor kiiktatjuk ezt az egész ipari nagy mennyiségben gyártó, központosított
mezőgazdaságot és élelmiszeripart, és megvan oldva minden. Első osztályú dolgot eszünk, meg tudjuk venni különböző gazdasági utaztatások, vagy hogy mondjam, kereskedelmi utaztatásoktól mentesen, tehát én közvetlenül meg tudom venni a méhésztől, és tudok neki cukinit adni érte cserébe. Tehát itt nagyon sok problémát ki tudunk iktatni azzal, hogy visszamegyünk a kiskertekbe. Ez egy decentralizált, teljes élelmiszerbiztonságot nyújtó rendszer tudna lenni, hogyha ezt föl tudnánk százezes méretekben ugye ezt újra indítani, és akkor szépen lassan el kell felejteni azokat az óriási százezer hektáros gazdaságokat, amihez kell a benzin, amihez kell ugye a traktorba, ugye az olaj, az infrastruktúra, hanem ugye, amit Anasztázia is mond, ugye, hogy akkor legyen a birtok, amennyivel elbirtok. Nem kell több. És hogyha valaki egy hektáron vagy két hektáron meg tudja termelni magának azt az élelmiszert, ami ő neki elég, a pluszt pedig el tudja cserélni olyan dologra, amit mondjuk a másik termel, nem pedig ő, akkor itt én úgy gondolom, ez az egyetlen esélye annak, hogy itt mi vissza tudjunk menni egy olyan élelmiszerbiztonságot nyújtó országba, amire vágynánk, mert ameddig pár ember vagy pár száz ember kezében van a magyar földeknek a nagy része, addig felejtsük el, hogy itt bármi minőségi termék fog az emberek asztalára kerülni. Tehát az van, hogy nagyon, nagyon rokonszenves, és a jövő mezőgazdaságában mögvan a helye az önellátó kisgazdaságoknak. Tehát tényleg permakultúrás kertök, amik fél hektár, egy hektár környékén vannak, és ellátják a családot. Ez mind nagyon jó. Viszont egyrészt vannak olyan területek, amiknek, tehát a kertészködés alapvetően zöldséget, gyümölcsöt, baromfit, ilyen kis léptékbe elő tud állítani. Viszont arra nem alkalmas, hogy a nagyszámú városi lakosságot is ellássa. Tehát az van, hogy mindenféleképpen egy olyan vegyes rendszert kell létrehozni, amiben vannak ilyen egészen kicsi, tehát tényleg háztályi méretű, fél hektár környéke kicsi gazdaságok, sőt csak ilyen egy-két ezer négyzetméteres kertkultúra, tehát egy kert Magyarország szerűség. Tényleg ez is benne van a jövő mezőgazdaságában, benne van a több tíz vagy több száz hektáros családi gazdaság is, és bizony még a nagyobb, a több száz hektáros nagy gazdaságok is bőven benne és szükségesek. Mindegyiknek más a funkciója. És hogyha megnézzük, amikor utoljára működő mezőgazdaságunk volt, ez az átkosba, a gengszterváltás előtt, ott is egy vegyes rendszert hoztak létre, tehát tulajdonképpen, tehát így a 60-as években a Dimény Imre, Erdei Ferenc, tehát engedélyezték a háztáit, és a háztáji gazdaságokat, azokat integrálták a kvázi nagybirtok a TS gazdaságokba. És az van, hogy a nagyobb szaktudást, vagy a több kézi munkát igénylő területek, zöldség-gyümölcs termesztés, vagy a tejelő tehenészet, ezt alapvetően a kisgazdaságok, a háztáik művelték. Tehát a tejelő teheneknek azt hiszem valami 60-70%-a volt a háztáikba, és a gyümölcs-zöldség szekciót azt szintén ők vitték, és az előállított érték szempontjából pedig a háztáji gazdaságok azok nagyjából egálba voltak a TSZ-ökkel, állami gazdaságokkal, úgy, hogy a terület használatuk az csak egy tizede volt, tehát 60 akárhány százalékát használták a TSZ-ök, a termelőszövetkezetek, 6%-át használták a területöknek ezek a kisgazdaságok, a háztáik, és mégis nagyjából egálba volt az előállított érték. És ugyanez, de hogyha korábbra megyünk vissza, akkor is, tehát így a modern ipari mezőgazdaság térhódítása előtt, ott is voltak kisbirtokok,
és voltak nagy birtokok, mind a kettőre szükség van, a jövő mezőgazdaságában is. Sőt, horribile dictu, még a vegyipari mezőgazdaság föntartására is szükség van. Tehát az tudja a mennyiséget adni, a kisgazdaságok tudják a minőséget adni. A kisgazdaságok azok tudják azt a stabilitást adni, ami működőképessé teszi az egész ökoszisztémát. Tehát mindegyiknek megvan a helye a jövő mezőgazdaságban, csak megfelelő keretöket kell szabni. Dávid, neked mi a véleményed erről? Én azt gondolom, hogy mindenképpen a birtokrendszer minden egyes szintjét kell képviselni a jövőben is, de én nem gondolnám, hogy az az irány, amit most mondjuk a nagy birtokrendszer vett, az egy jó irány. Vissza kéne menni egy kicsit a természet közeliséghez, és én azt gondolom, hogy volt erre egy nagyon jó kezdeményezés, egy példa is, talán Kishantos neve mindenkinek ismerősen cseng, ott ugye Ács Sándorné, ha jól emlékszem a hölgy nevére, aki vezette ezt a gazdaságot, megmutatta, hogy hogyan lehet 200-300 hektáron ökominőségben gazdálkodni, vegyszermentesen, és a termés átlaga sem volt sokkal kevesebb, mint az egyébként nagy mezőgazdasági cégeké. Na most a siker az sajnos nem gyümölcsöt hozott számára, hanem mivel jó részt állami földeken gazdálkodtak, ezért az állami földárverésen valaki megszerezte ezeket a területeket, példát statuáltak, hiszen úgy, ahogy most előbb elmeséltem, hogy a napelem parkot, itt a szárvaszökő búzatáblára építik, oda pedig elküldtek egy óriási erőgépet egy tárcsával, és kitárcsázták gyakorlatilag aratás előtt pár hónappal ezt az ökominőségű búzát. Tehát nincs erre, úgy látszik, politikailag fogadókészség. Én azt látom, hogy említettem is már, nem kell mindenkinek önellátó gazdaságot folytatni otthon, mindenki végezze a saját hivatását, mindenki dolgozzon abban, amiben jó, de én azt gondolom, hogy sajnos már egy jó ideje, aki még vidéken mezőgazdasággal foglalkozik a saját öröme mellett, az mellékállásként tudja ezt csinálni, de már eljutottunk odáig, hogy nem éri meg igazság szerint mellékállásként sem foglalkozni mondjuk sem a méhészettel, sem az állattenyésztéssel, ezen belül gondolok mondjuk a tejlőszarvas maratartásra, vagy mondjuk a sertéshizlalásra, hanem egész egyszerűen azt kéne elősegíteni, hogy legyenek olyan családok, akik nem másodállásként tudják ezt csinálni, hanem főállásként. Most még van is egyébként sok ilyen család, akik családi gazdaság keretén belül erre képesek lennének, de hogyha a kormányzat nem fog nekik valamilyen mentővet dobni, akkor ezek a családok is fel fogják adni ezt a gigászi küzdelmet, és egész egyszerűen ez a réteg, ez el fog tűnni erről a palettáról, tehát maradnak a nagyon kicsik, amiről Zoli beszél, és lesznek a nagyon nagyok, most hagyd ne mondjak neveket, mindenki nagyjából sejti, hogy kik lehetnek a legnagyobb föld tulajdonosai ennek az országnak. Szerintem erre nincsen szükség, nagyon jó törvényei vannak egyébként Magyarországnak, például a földkérdésre is, ugye egy magánszemély esetében 300 hektárban vagy 6000 aranykoronában maximalizálja az egy személyként birtokolható föld mennyiségét. Ez ugye legnagyobb mennyiségben akkor fordulhat elő, hogyha valamilyen szaporítóanyag előállítással foglalkozó családi gazdaságról van szó, akkor maximum 1800 hektár birtokolhat ez a családi gazdaság. Na most mi pedig tudjuk, hogy a gyakorlatban vannak, akiknek több 10 000, hanem 100 000 hektár van már a nevén és a kezelése alatt. Azt gondolom, hogy ennek viszont semmilyen szerepe nincsen a birtok politikába, ez egész egyszerűen egy embernek a hasznát eredményezi, ahelyett, hogy sok családi gazdaságot tartana életben. Hadd csatlakozok be ehhez, jó? Mert itt nagyon-nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi a jövőképünk. Tehát én semmi mással nem foglalkoztam az elmúlt 4 évben, csak vizsgáltam az egész világnak a gazdasági és politikai előremozdulását. Tehát itt azok a jövőképek, ne haragudjatok, amit mind a ketten felvázoltatok, ez nem lesz, az én véleményem szerint. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly gazdasági összeomlás van, ami azt jelenti, hogy ebben az évben a meglepetések évét fogjuk élni. Nagyon sokan nem gondolják ezt, mert mindenki hisz abban, hogy majd valami olyan jövő lesz, mint ami az előzőekhez hasonló. Egy teljesen olyan világ fog eljönni, ami még soha nem történt, ezért nem lehet hasonlítani akár a 60-as, 70-es évekhez sem. Tehát itt egy olyan pénzrendszer omlik most össze ebből az évben.
Ugye, mivel én több oldalról is nézem így a dolgokat, tudom, hogy az asztrológiát sokan úgy gondolják, hogy nem egy analóg tudomány, de ez egy nagyon analóg tudomány, egy időfigyelő rendszer. Egy olyan bolygóállás van most áprilisban, ami az évszázad meghatározó eseményét fogja hozni. Ez érinteni fogja a gazdaságot és a politikát is. Lesz egy hasonló bolygóállás novemberben, de az sokkal, sokkal jobban elmarad az áprilisi mellett. Ugye nézzük a világ politikai helyzetét, mindenhol rendszerek omlanak össze, változnak át, óriási transformáció mindenhol, forradalmak, háborúk akarják behozni a mindenféle rendszereket, mint okosvárosok, transhumanizmus, mellette az ellenerő. Tehát, hogyha mi itt olyan dolgokat tervezünk, hogy majd ilyen, meg olyan, meg amolyan jövő, ami akár a nagyipari mezőgazdaság, stb. Egyáltalán arról kéne beszélni, hogy lesz-e az a pénzrendszer még az idén, ami eddig volt. Mert hogyha csak az megborul, akkor minden megborult, amiről eddig beszéltünk, hogy a benzin, a traktor, stb. Tehát mi azért kezelítjük meg ebből az irányból, már évek óta ezt a helyzetet, mi ezt tudjuk, hogy mi fog történni, és itt nagyon konkrétan magánpénzrendszerekről kell beszélni majd a közösségek között, mert amint valami a kártyavárból egyetlen dolgot kihúznak, nincs benzin, beomlik a pénz, bármelyik részét kihúzod, az egész borul. És hogyha az egész borul, akkor az összes terv, amiről itt beszéltünk, ez mind kuka. Tehát egy olyan tervet kell csinálni, ami egy olyan káoszra fog vonatkozni, amilyet mi még nem láttunk az életünkben, sőt az előző generáció sem. Tehát én olyan pénzügyi szakemberekkel beszéltem, akik azt mondják, hogy egy olyan helyzet fog jönni, már az idén elkezdődik, de a következő 10 évben számoljunk arra, de inkább az elkövetkezendő 1-2 évben, olyan pénzügyi összeomlás lesz, amilyet az ő bankos mi voltában ő még nem látott. Semmi ehhez a 2008 és még az 1930-as világ összeomlási, vagy a gazdasági összeomlás is kispista ahhoz, ami most jön. Tehát nekünk olyan dolgokat kell csinálni, amiben egy olyan helyzethez tudunk reagálni majd, amikor azt mondod, hogy nincs lövő, nincs Tesco, nincs benzinkút, tegyük fel, elszállt a forint. Beszélhetnénk, ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, most egy 3 napos konferencián vettem részt, ez a Egyesítsük erőinket programon, ahol ott volt minden jelentős ember, aki a magánpénzrendszereket kutatja és próbálja, hogy mondjam, valóságba helyezni. Ott mindenki gőzerővel készül ezekre a dolgokra, és mindenki az idénre apostrofálja azt a dolgot, ugyanúgy, ahogy én is. Tehát én itt egy kicsit másik oldalról nézem, hogyha holnap megszűnik egy rendszer, vagy egy pár hónapon belül megszűnik egy rendszer alapjaik. Utána lehet, hogy lesznek vészforgatókönyvek, de hogy itt nagyon meg tud remegni valami, akkor nekünk olyan biztonsági rendszer kell, amiben a gyerekeink, ha nincs Lidl, nincs Tesco, nincs ez, nincs az, akkor hogyan tudnak úgy túlélni, hogy mindenki elkezd termelni, összeállnak a közösséget, lesz egy magánpénzrendszer, és azon belül mi hogyan tudunk kereskedni. Én ugye erre csináltam ezt az egész BetterConnect platformot, hogyha egy ilyen helyzet eljön, akkor hogyan találjuk meg egymást, ki, mit, milyen tehát olyan magánpénzrendszeren hogyan tud egymással kereskedni, hogy itt mindentől függetlenül tudjunk működni. Tehát én itt a jövőképet azt szerintem, ezt beszéljük el, hogy ki hogy gondolja, mert itt nagyon komoly dolgok fognak következni. Igen, hogy én is egy rácsatlakozzak erre, ez egy eléggé negatív és szélsőséges világkép volt, amit hallottunk, de mindenféleképpen fel kell készülni minden eshetőségre. Ugye látjuk, hogy azért itt krízisekről beszélnek sokan, katasztrófákról. Ilyen krízis gyakorlatilag a klímakatasztrófa, amit itt sokan vizionálnak. És hát ugye erre a klímakatasztrófa megvédésére, vagy elkerülésére jött létre ugye a nemzeti akkumulátor tervezet, 2030-as tervezet, ami ugye hát pénzügyileg és elméletileg, klímaügyileg is megmentené az országot valamilyen szinten. Nem tudom, hogy ti ebben láttok esetleg bármi olyat, ami megmenthet minket, vagy ti nektek mi a véleményetek erről a stratégiáról? Tehát
Igen, tehát vannak klimatikus változások, ami hát nem túl pozitív számunkra. Tehát a csapadék körforgás az fölgyorsult, nyáron, tehát a hőmérséklet az nő, nyáron meleg van, csapadékhiány, hőhullámok, télen vagy van csapadék, vagy nincs. Tehát hidrológiai viszonyok teljesen megváltozott. Ez tény. De hogy az akkumulátorgyárehöz hogy jön, vagy hogy tud megmenteni, meg nem tudom, hogy alapvetően egy vízpazarló. Tehát, hogyha végig gondoljuk ezt az akkumulátorgyár témát, tehát van egy idegen cég, külföldi nyersanyagból, külföldi munkaerővel, magyar földön, nem is olyan rossz minőségű földeken, magyar vizet elpazarolva és rengeteg energiát felhasználva csinál egy terméket, amit egy külföldi autógyár termékeihez szükséges, amit külföldi piacon adnak el. Tehát igazából csak és kizárólag a víz, amit felhasználnak ehhez, meg a terület, ahol zöldmezős beruházásként létrehozzák, az magyar. Hogy a klímára ennek pozitív hatása lenne, azt nem tudjuk. És nekünk határozott véleményünk, hogy nekünk az élelmiszer termeléssel kell foglalkozni, és egyébként ezért fogunk március 22-én Debrecenbe egy figyelemfelhívó akciót, egy demonstrációt tartani, ahol ellocsolunk vödrökkel a főtéren, a debreceni térköveken egy köbméter vizet vödrökkel. Ennek pont annyi értelme van, mint így az akkumulátorgyár létrehozásának, tehát demonstráció, fölmutatva bizonyítani, fölmutatjuk, hogy ez egy esztelenség, és azon, hogy kérünk mindenkit, hogyha ráér, ideje engedi, akkor március 22-én 11 órakor Debrecenben a Kossuth téren jelenjen meg és támogassa a mi akciónkat. Tehát nekem ez a véleményem róla, tehát nem visz sehova, kifejezetten kártékony, és azokat az erőforrásokat pazarolja el, ami az élelmiszertermeléshez lenne szükséges, ugyanis azt nem tudom, hogy 2050-ben, 2060-ban vagy 2100-ban akkumulátoros autókat használnak-e, viszont ha lesznek emberek, azok biztos, hogy jönni akarnak. Tehát a jövő aranya az az élelem. Akár ez is jó elmondat lehetne, de azért látjuk, hogy napjainkban olyan történések válnak valósággá, vagy olyan fikciók válnak valósággá, amit mondjuk pár éve még egyáltalán nem tartottunk valószínűnek, vagy lehetségesnek. Én azt gondolom, hogy ha párhuzamba állítottad is talán ezt az akkumulátorgyár koncepciót, illetve az élelmiszertermelést, akkor kettőt nem lehet egy lapon említeni. Mi klasszikusan egy mezőgazdasági berendezkedési ország vagyunk, egy agrár nagyhatalom lehetnénk, még a méreteinkhez képest is, hiszen a területünkhez képest az Európai Unión belül nekünk van a legtöbb termőföldünk. Ez már egyébként egy nagyon bizakodásra okot adó adat, de hogyha megnézzük azt, hogy László is elmondta, hogy mennyi hátrányunk van mondjuk ezeknek az akkumulátoroknak az előállításából, és milyen csekély a hasznunk, akkor egyértelmű, hogy ez egy zsákutca, ugyanúgy, ahogy a vas és acél országa is az volt, hiszen az nem a mi útunk volt, nekünk nem azt kellett beteljesíteni, és hát azért azt is fontos leszögezni, hogy gyakorlatilag a föld az egy korlátozottan a rendelkezésünkre álló erőforrás, és csak úgy megjegyezném, hogy amikor legyintenek rá, hogy most 2-3-4-500 hektárok ki vannak vonva művelési ág alól, vagy művelés alól, és ezek ipari területi át vannak minősítve, akkor hát mi az a pár száz hektár, akkor csak úgy jelzem, hogy a rendszerváltásnak hozott módszerváltás óta ez az 1000 hektár mondjuk felkerekítve, már 1000-szer el lett pazarolva, tehát ott tartunk, hogy 1 millió hektár került művelési
vagy művelés alul kivonásra, ami azt jelenti, hogy ez a termőföldjeinknek 10-15%-a. Tehát ennyi veszett el az elmúlt 30 évben, és látjuk, hogy ez a gazdasági növekedés, amit mindenképpen fenn akarnak tartani, nem értem, hogy miért. Tehát, hogyha ha van egy jóléti társadalom, hogyha ha mindenkinek van enni, hogyha mindenki egy normális életszínvonalon él, akkor minek kell egy gazdasági növekedés fenntartani? Ugye nagyon egyszerű a válasz is, azért, mert pár ember szeretne még jobban meggazdagodni, és az ő érdekükbe kell újabb gyárakat építeni, az ő érdekükben kell majd aztán újabb kizsákmányolásokat végrehajtani mondjuk a magyar földdel szembe, de én azt gondolom, hogy az országnak és a nemzetnek, a társadalomnak erre összességében nem lenne szüksége, tehát mi nagyon szépen el tudnánk éldegélni, de látjuk, hogy ezek mesterséges folyamatok, látjuk, hogy hogy fel vannak gyorsítva, hiszen nézzétek meg, 5 évvel ezelőtt egyetlen egy akkumulátorgyár nem volt még Magyarországon, összeszerelő üzemek voltak, de ilyen klasszikus értelemben vett óriási monstrum akkumulátorgyárak, mint mondjuk a Gödi Samsung, vagy mondjuk a debreceni kínai akkumulátorgyár még nem volt, most pedig most azt hiszem a 20-at már megléptük ezek számában, és minden héten a külgazdaság és külügyminiszter jelent be egy újabb ilyen gyárat Magyarországra, ami borzasztó veszélyeket rejt magába, és hogyha ha nem is csak azt a veszélyt nézzük, hogy a föld klasszikusan nem arra van felhasználva, amire kéne, hanem azt is mérlegeljük, hogy ezek a gyárak, ezek nem tudjuk, hogy minek jöttek létre, hiszen Magyarországon ma jelenleg munkaerőhiány van, nem pedig munkanélküliség, akkor láthatjuk azt is, hogy a vendégmunkásokat, akiket idehozott a kormány a nyakunkra, azok gyakorlatilag éhbérért dolgoznak, de nekik az a pénz is elég, sőt, még adózási szempontból sem előnyös ez a magyar államnak, hiszen ezek a vendégmunkások hazaküldik a pénzt oda, ahonnan jöttek. Láthatjuk, hogy gyakorlatilag a számuk egyre nagyobb, és azt is láthatjuk, hogy Nyugat-Európa így veszett el évtizedekkel ezelőtt, tehát egy nagyon tragikus demográfiai folyamat elején állunk, pontosan az ilyen gyáraknak köszönhetően, amiből én szerintem a magyar társadalomnak és a magyar államnak semmilyen haszna nincsen. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz irány, és ez mindenképpen szakadékba vagy zsákutcába fog vezetni, és mi fel szoktuk hívni a kormány figyelmét, hogy addig tervezzen újra, amíg lehet. A klímára én is reagálnék. Én úgy gondolom, ez abszolút egy politikai propaganda, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan jelek, hogy változik a klíma. Ez most lehet egy kérdés az, hogy ezt tudatosan irányítják, vagy nem. Ez egy megint egy másik kérdés, de én úgy gondolom, hogy a politikai rendszer határozza meg mindig a gazdaságot. És azok a fő vonalak, amilyen irányba el akarják tolni a világot, az nyilvánvaló minden gondolkodó ember számára. Ezért nem lehet olyan dolgokkal, hogy mondjam, tervezni, ami még mondjuk úgy, hogy harmóniában van a régi rendszerekkel. Itt egy teljesen új rendszert kellene felépíteni, és nekünk csak annyit kell megtenni, hogy amire mi nekünk hatásunk van, azon dolgozunk. Tehát most itt beszélgethetünk szerintem akkumulátorgyárakról is, meg annyi mindenről, nincs ráhatásunk, még szerintem itt a politikai szegmenseknek sincsen hatása erre, mert sokkal nagyobb, hogy mondjam, résztvevők hozzák meg ezeket a döntéseket, amilyen irányba akarnak menni. Én úgy gondolom, hogy persze meg kell tenni, amit lehet, de alapvetően... Csak egy pillanatban megint, de ezzel kicsit vitatkoznék, Alsó Zsolcát tudom példaként felhozni, ott a helyiek elüldözték a szlovén akkumulátorgyár feldolgozó üzemet, Sóskútig mentek ezek a szlovén befektetők, ahonnan megint el akarják üldözni a helyiek, tehát a politikának igenis van szerepe, hogyha mi ezt a közbeszéd tárgyává tesszük, ha mi ezeket a témákat fenntartjuk, akkor igenis ezeken tudunk változtatni. Tehát nem szabad elfogadni azt, hogy sokkal nagyobb erők próbálnak munkálkodni azon, hogy ezek mondjuk itt telepedjenek az országunkba, de igenis tenni kell ellene, és akkor reméljük, hogy tudjuk még ezt a kontrollálatlan folyamatot kicsit kontrollálni. Igen, én azért mondtam, hogy meg kell tenni, amit lehet, mert szerintem részleteiben valamire tudunk hatásra lenni, valamire pedig nem, tehát van egy fővonal, amit meg akarnak csinálni.
és ezt nagyon jól tudjuk, hogy milyen megegyezések vannak itt-ott, ha nem itt, akkor amott fogják majd ezt követni. Itt igazából azt kell nézni, hogy meddig van még ereje ennek az előre nyomuló dolognak, hogy mikor fog ez elborulni, mert nyilvánvalóan el fog borulni ez a rendszer, ha nem idén, akkor jövőre. És én nem tudom, záró gondolatként, bocsánat, hogy közbevágok, hogy itt most akkor mindenkitől kíváncsiságképpen, hogy ha ki tudnátok fejteni, hogy mit tudnak tenni a magyar emberek, vagy hogyan lehetne a legtöbbet tenni ez ellen a folyamat ellen. Mi lenne itt a jó lépés szerintetek a közeljövőben, így záró gondolatként? Tehát itt az egész BTF paradigmaváltás az azt jelenti, hogy alapjában kell megváltoztatni a rendszert, nem pedig egy rossz rendszert gyógyítgatni itt-ott. Itt mindenféleképpen az emberek tömegeinek a kezében van a választás, ami azt jelenti, hogy mi küzdünk rendszerek ellen, akik akarnak bennünket befolyásolni. Egy rendszer ellen nem harcolni kell, hanem kilépni a rendszerből, mert az önmagától össze fog omlani. Tehát ugyanez a bankrendszer, ugyanaz a bármi, hogyha kilépsz a hatalom mögül, ami mozgat egy rendszer, akkor az a rendszer beomlik. Tehát nekünk egy önszerveződő, párhuzamos társadalmat kell igazából létrehozni, ami elkezdi önmagának irányítani azokat a dolgokat, mint termelés, gazdaság, élelmiszerbiztonság, és amikor tömegek gyűlnek, valóban tömegek gyűlnek, akkor az már lehet egyfajta politikai erő, vagy nyomás arra, hogy dolgokat hogyan vitassanak meg. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy óriási méretű szerveződés kell, ami saját, hogy mondjam, gazdasági erővel bír, a saját gazdasági erő, az pedig azt jelenti, hogy mindenkinek, ami a kezében van a földje, a termelt érték, amit létrehozunk, azoknak egy gazdasági hálója, és akár még egy olyan társadalmi struktúrának is esetleg a felépítése, mondjuk, mint annó a tizedes rendszer, ami egy alulról építkező rendszer, de ez egy nagyon, nagyon hosszú téma. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen lehet az embereknek a kezében erő, de az mindenféleképpen egy alulról építkező dolog. Én azt tudom mondani, nem győzöm magam ismételni, hogy először is az embereket tudatosságra kell nevelni, és mindenképpen egy szemléletváltásra van szükség, mert jó ez a szlogán Zolinak, hogy legyen B-terved, de én azt gondolom, hogy ha felkészültek akarunk lenni minden esetőségre is, akkor egészen Z-ig kell tervezgetnünk. Valóban nagy átalakulás előtt áll a világ, nem tudjuk, hogy egészen pontosan ez mennyi idő alatt fog végbe menni, és ez milyen drasztikusan fog végbe menni, lehet, hogy egy viszonylag hosszúra nyújtott átállás lesz a vége ennek, lehet, hogy egyik napról a másikra, így ahogy te mondod, Zoli, bedül a pénzrendszer, és az visz magával mindent. Ezt nem tudjuk, azt tudjuk, hogyha ne adj Isten ez előfordulna, akkor itt a társadalom nagy része az gyakorlatilag áldozatául esne ennek az átalakulásnak, és ugye ez nagyon komoly dolgokat vonna maga után, tehát ne ebből induljunk ki. Abból induljunk ki, hogy most még azért van egy kis időnk, bár látunk jeleket, de azért nem máról holnapra fognak valószínűleg ezek a folyamatok beérni és végigmenni, vagy végbe menni. Tehát nekünk az az egyéni felelősségünk, hogy a saját magunk által vezetett kis közösségek, vagy a saját kis közösségeinken belül mi próbáljuk meg ezt a szemléletváltást elérni, és az ilyen beszélgetésekkel, vagy a hasonló beszélgetésekkel, vagy a saját tudatosságunkkal próbáljuk meg az emberekhez eljutni, és próbáljuk meg felnyitni a szemüket, mert az, ahová lebutították őket, sajnos ezt kollektíven el lehet mondani, hogy a társadalom kollektív butítása zajlik évtizedek óta, ezt valahol vissza kell fordítani, mert ha nem lesz visszájára fordítva, akkor látjuk szomorú jövőnket. Én azt gondolom, hogy a terveket, azokat össze kell rakni Z-ig, és amit majd hoz a világ, azt a tervet kell éppen kijátszani. Továbbra is, én nem tudok tanácsot adni az embereknek. Tehát én azt gondolom, hogy egy agrárstratégiát létre kell hozni, amiben megvan az, hogy melyik milyen sorrendben, mely rétegöknek biztosítunk megélhetést, piacot, megvan ebbe az új agrárstratégiába az egyénöknek is a feladatuk, megvan a cégöknek, és megvan a Leviatánnak, az államnak magára. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezelőtt 25 éve a lengyelek
azok egy agrárstratégiát kidolgoztak. Más birtok struktúra, meg rengeteg különbség van, de 25 éve és kormányokon átívülően azt végigvitték. És jelen pillanatban egész Európát zöldséggel és gyümölcsel, tejtermékökkel látják el, mellé raktak egy gépipart. Jelen pillanatban, hogyha normális mezőgazdasági gépet akarsz venni, akkor mondjuk zöldség szekcióba vehetsz 15-20 milliós olasz gépet, meg egy kicsit régebbi technikát, a lengyelöktű 5 milliójé. Jelenleg ez van. Tehát én nem tudom. Tehát az van, hogy nekünk is egy ilyen hosszú távú stratégiát kidolgozni, attól függetlenül, hogy lehet, hogy egy-két éven belül hatalmas változások történnek, viszont egyrészt tehát a jóslatok azok roppant bizonytalanok, különösen azok, amik a jövőre vonatkoznak. Ez az egyik. A másik, ja nem tudom, a másik idézetet azt így elfelejtettem. Jó, úgyhogy én nem tudok tanácsot adni az embereknek, nem tudom, nem akarok reményt adni nekik, nem akarok nekik hiú reményeket adni, hogy lemönnek vidékre, és akkor minden happy lesz. Tehát így nem. A keretek nagyon fontosak, és erről meg beszélünk azt hiszem. Én egy hallgatói kérdést még beolvasnék így zárásképpen bónusznak, ami már egy kicsikét kiegészítés, tehát nem közvetlen kapcsolódik a mezőgazdasághoz, viszont inkább az építőiparhoz fog. A kérdésem az lenne, hogy a Mi Hazánk mozgalom támogatná-e, és milyen módon, itt nyilván a vendégektől is kérdezné, nem csak a Dávidtól és a Mi Hazánk mozgalom álláspontját, hogy milyen módon tudná támogatni a jövőben az autentikus építőipart, és a hozzá kapcsolódó anyagokat, mint például a vályog, a nád, a szalma és az ipari kender. Mi a vélemények önöknek erről? Hát én kezdem akkor, hogyha lehet. A dédszüleimmel tudok megint példálózni. A második világégés után, az 50-es évek elején úgy döntöttek, hogy saját házat kell építeniük. Ehhez összeszedték a határban lévő terméskövet, ebből megcsinálták az alapot. Majd vájkot vetettek a határban található agyagból és szalmatörekből, ebből felhúzták a falakat. A közeli erdő megadta a földém szerkezetet és a tetőszerkezetet, és gyakorlatilag amit venniük kellett egy jó mesterembertől, azok a nyílászárók voltak, illetve cserepet kellett rávenniük. Minden mást azt megadott ott a saját életterük. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, hogyha megnézzük, hogy egy fiatal pár mondjuk hogyan szeretne érvényesülni, és hogyha mondjuk ők három gyereket szeretnének a jövőben vállalni, akkor legalább kell nekik egy 80 négyzetméteres családi ház. Nem valószínű, hogy a jelenlegi átlag magyar fizetésekből ők ezt a 80 millió forintot elő fogják tudni teremteni 1 millió forint per négyzetméter áron. Tehát valahol én azt gondolom, hogy az autentikus népi építészet felé vissza kell menni. Vannak ilyen kezdeményezések, de elképzelhető, hogy ezt valahogy rendszer szinten kéne felemelni. Én azt tudom, hogy Tűzépre sajnos elég gyakran járok. Esélytelen egy átlagos hazai fiatal párnak, esélytelen a 20-as évei elején, amikor ezt régen ugyanebben a korszakúban, vagy ugyanebben az életkorúban csinálták meg az elődeink, akkor számukra esélytelen egy ilyen házat felépíteni. Tehát valami alternatívát kell nekik nyújtani, és a vidék erre is jó, mert mondjuk a vályokházak viszonylag furán néznének ki Budapest utcáin, de a vidéken azt gondolom, hogy most is megállnák a helyüket. Csak hát itt is egy olyan tudás veszett el sajnos az évtizedek alatt, amit már vagy be lehet pótolni, vagy nem. Én annyit fűznék hozzá, hogy én ezen keresztül mentem, ugye amikor az ökoházamat akartam építeni, akkor ott mindenféle verzió volt, és abba botlottam bele, sok mindenki más tapasztalatával együtt, hogy alapvetően a törvénykezések és a szabályozások szinte teljesen lehetetlenné teszik azt, hogy te kimenjél az erdőbe, hozzad és magad építsd, és ez szerintem Dávid ezt az összes részét tudod, szóval, hogy így, úgy van minden megteremtve, hogy ne tud kikerülni a tüzépet, az engedélyeket, a tervezést, és ez nem így megy, hogy álljunk össze és húzunk fel valamit. Tehát nem, még nem is a tudásanyagon elveszve, mert azt szerintem nagyon könnyű előhozni innen-onnan,
zseniális más ötletek is lennének már itt a Kendertől kezdve, annyi minden, de mindig odajuk adunk ki, hogy ha azt úgy akarod megcsinálni, egy gyönyörű vályokház az kétszer annyiba fog kerülni, mint a nyitongból felhúzott szar, ami egyébként amúgy is már 80 millió, tehát itt alapjában szar az egész, de ez egy külön beszélgetésnek lehetne a tárgya. Van egy másik szempont is, tehát az nem vita tárgya, hogy a természetes anyagok, a vályog, a nád, a fa, ezek a jó anyagok, ezek a fönntartható építészetnek az anyagai. Inkább az a kérdés, hogy egy csökkenő népességű országban, ahol rengeteg üres ház van, miért kell építkezni? Tehát nincs alapvetően rá szükség. Ha mégis, akkor persze természetesen vályog, fa. Meg a másik az igények. Tehát én is egy vályog falu tanyába lakom, és nem túl nagyok a szobák. Tehát régen ezekben az 50-60 négyzetméteres házakban a szakajtó gyereket, a 6-8 gyereket fölnevelték. Tehát most meg, nem tudom, gyerekönként kell 20 négyzetméter, vagy nem tudom, mennyi az előírás. Ami úgy van megcsinálva, hogy igen, tehát tüzében hagydott a pénzed. Építőipar pörgetésére van kitalálva ez a csok rendszer is, úgyhogy nem. Tehát nem ezt támogatja, sajnos. Hát én köszönöm szépen a részvétel mindenkinek. Nem szeretnék visszaélni a vendégeinknek az idejével. Én azt ígértem, hogy nagyjából eddig fog tartani az adás. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Én ígérem, hogyha esetleg úgy van, akkor akár az építőiparról és egyéb dolgokról is nagyon szívesen látlak majd vissza titeket az adásba. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, és hogy velünk tartottak ma is. Jó pihenést kívánok mindenkinek, és jó éjszakát! Köszönjük a lehetőséget, további szép estét mindenkinek! Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Köszönjük a lehetőséget, minden jót!